Köműves verseny a Gábor László építő és faipari szakképző iskolában. Itt megmutathatják a diákok, hogy magas színvonalon sajátították el a szakmát. Az intézményünk 1995 óta ezen a telephelyen az építő és faipari ágazatban szakterületeken képez gyakorlatilag a kétkezi munkaerőt a munkaerőpiacra. Az iskola fennállása óta gyakorlatilag ezen a két területen folyamatosan képezünk nappali és felnőtt oktatásban is tanulókat. Kiknek érdemes idejönni ezt az iskolát választani? Mindenkinek ajánljuk, aki szereti az alkotó munkát, aki nagyon jó kézügyességgel rendelkezik, szereti a kihívásokat, szeret számítógéppel dolgozni, hiszen most már azért az elmélet és gyakorlati képzésben is a digitalizáció itt is megjelent jelentősen. A faipari és az építőipari ágazatokban összesen 14 féle szakma közül válogathatnak az ide jelentkezők, az oktatást pedig szeretnék kiegészíteni technikusi képzéssel, amelyhez minden feltétel adott. A faipari ágazaton belül három szakmában oktatunk. Szeretnénk, hogyha most már idén mindenképpen el tudnánk indítani a faipari technikust. Évek óta próbálkozunk ezzel a képzéssel, gyakorlatilag az elmúlt évben már majdnem a határán voltunk a beiskolázási számoknak a megfelelően az indításnak. Bízok benne, hogy az idei évben sikerül megugranunk azt a határt, amit a fenntartó is elfogad. A legközelebb ugye csak Sopronban van faipari technikus képzés. Környező ipar viszont igényelni a középvezetői faipari területen lévő dolgozókat. A másik ugye a faiparban az asztalos, illetve a kárpitos, mind a kettő nagyon keresett, nagyon kedves szakma, akár tanműhelyi, akár pedig úgy majd a szakmai oktatás terén, ugye a szakképzési munkaszerződéssel, biztos elhelyezkedéssel tudjuk a tanulókat várni. Az építőipar egy sokkal szélesebb területet foglal magába, az építőipar területén ugye az ács, tetőfedő, bádogos szakmákra várjuk, a bádogosra csak felnőtt oktatás keretében. Ezt a szakmai hármast, ezt a kombót gyakorlatilag a tanulóink úgy is választják, hogy megtanulják az ágyszakmát nappali képzésben, utána pedig felnőttek szakmai képzésében a másik két szakmát ráépülésként gyakorlatilag el tudják sajátítani. Ugyanígy a burkoló kőműves szakma esetében, mint szerkezetépítő szakma, a burkoló szakma annyiba változik az idén, hogy most már megjelenik benne a meleg burkolás is, tehát már nem csak a hideg érzetű burkolatokkal, hanem a meleg padlókkal is, laminátlap, járóla, parketta, szőnyegpadlókkal is foglalkozni fognak a tanulók, illetve a festő, ami nagyon népszerű szakma. Ezekből az osztályokból mindegyikből egy 24 fős osztálybeiskolázását tervezzük. Biztos jövedelem és biztos munkahely, a faiparnak és az építőiparnak is kell az utánpótlás. Az itt végzett tanulókat szinte azonnal alkalmazzák. Egyértelműen látszik, hogy a szakmai képzés, illetve a munkaerőpiac nagyon igényli az általunk oktatott szakmákban valamennyi tanuló el tud helyezkedni. Egyértelmű az is, hogy visszajelzések alapján sokkal több tanulóra lenne szükség, amit a munkaerőpiac tudna alkalmazni. Bátran merem mondani, hogy a nálunk végzett jó szakemberek ma már a munkaerőpiacon nagyon biztos jövedelemmel tudnak rendelkezni. Korán sem igaz már, mint régebben volt, hogy ugye az építőipari szakemberek nagyon keveset keresnek. Az is vonzó lehet a továbbtanulóknak, hogy már nem csak a hiány szakmákban, hanem valamennyi szakképzésben résztvevő jól teljesítő diák jelentős ösztöndíjat kap.